Na szervusztok gyerekek, itt vagyunk egy újabb videóban, és ebben a videóban újra itt vagyunk Miskolcon. Hát nem olyan nagyon régen jártam Miskolcon, amikor az adventi villamos miatt jöttem és azt videóztam nektek, de most újra eljöttem, és most olyan dolgokat fogunk megnézni, amit akkor nem tettünk meg. Hát tulajdonképpen semmit nem tettünk meg az adventi villamoson kívül, úgyhogy most el fogunk megnézni, és megnézzük a lilafüredi kisvasutat, mármint legalábbis a kiinduló pontját, meg el fogunk menni villamosozni, meg természetesen bármi érdekes jön itt a vasútállomás és környékén, akkor azt is mindenképpen elcsípem nektek. De menjünk, én már megvettem a jegyemet a villamosra, és ha minden igaz, akkor majd egy kedves nézőmmel is összefutok, úgyhogy vele is találkozhatok majd, de akkor menjünk a villamoshoz, gyertek! Megérkeztünk ide a kisvasút kiinduló pontjához, és itt van Vivi. Sziasztok! Na, tudja a szöveget. És azt mondja Vivi, hogy ezt nem rég állították ide. Ugye? Igen. Ez ilyen friss? Ez tök jól néz ki. Itt láthatjátok Magyarország közforgalmú kisvasútjait. Az összeset. És hát mi itt vagyunk most ugye, a Lilafüredinél. Ez nagyon szépen meg lett itt csinálva, ezt nézzétek meg egyébként. Szóval tényleg le a kalappal, nagyon jól néz ki. Aha. És mi hol vagyunk? Ott. Na. És akkor normál esetben innen indul az egész móka, ugye? Aha. De ha jól olvastam, ja, de nem tudod mi, hogy csak májustól, ha jól olvastam, ugye? Vagy korábban elindul itt a szezon? Májusban szokott, igen, de az, hogy most fog elindulni májusban? Most szerintem nem, egyébként igen, valószínűleg most nem. Igen, májusban szokott. Egyébként egy kis történet. Az első világháború idején fogalmazódott meg az a kérdés, hogy kell-e ide kisvasút, és akkor még nem személyszállítás miatt kellett, hanem fahiány miatt olyan helyekről kellett fát hozni, illetve kitermelni, amik eddig érintetlenek voltak, és akkor a bükkből hozták a fát, és annak az okán épült ki a kisvasút, úgyhogy eredetileg igazából a fa szállításához épült ki, aztán később szenet szállítottak, és a személyforgalom már csak sokkal később indult meg rajta, hát most meg igazából ugye fordult a kocka, és jelenleg csak a személyszállítás, illetve hát a turizmus a mozgató rugója. Egyébként érdekesség, statisztikailag a második leglátogatottabb kisvasút, az első az ugye a budapesti gyermekvasút, ez mondjuk annyira nem meglepő, hiszen talán a leghíresebb. Itt láthatjátok a megálló tábláját. Meg hát szerintem azért az se annyira furcsaság, hogy ugye nem a személyszállítás miatt jött létre, hiszen nem is tudom, hogy most melyik, hát mondjuk a felcsúti kisvasút, igen, az csak a személyszállítás miatt jött létre, ugye? De a legtöbb kisvasútnál ez mind elmondható, hogy ennek annak idején komolyabb funkciója volt. Ugye nem véletlen, hogy egy csomó kisvasút el is vesztette vagy kisvasúti pálya el is vesztette a forgalmát, mert egyszerűen ma már nincs szükség rá. De hát ez szerencsés volt, mert gyönyörű szép helyen megy. Te voltál már vele végig? És de szép? Nagyon. Igen? Hú, de jó neked. Jövünk meg az erdőbe. És jó hosszú, nem is tudom, hogy hány kilométer, most megmondom az őszintén, de nem kevés. Karodnáig végén meg. Távot tesz meg. Igen? Na láthatjátok itt az első ív. És csodaszép. Már itt is a környezet. Hát képzeljétek el, hogy mikor tényleg ez elindul a lakótövezeten, elhagyja, akkor milyen végén szép lehet.
Hát igen, de a kis vasútnak igazából pont az az értelme, hogy ne százzal el hasítson, hanem egyfajta turisztikai látvány. Megérkeztünk az első megállási pontra, Diósgyőr. És akkor szépen megyünk tovább. Egyébként itt vannak a jegyárak, amik hát most sajnos majd szerintem elhúzódik, mire bárki itt jegyet fog tudni venni, mert hogy szerintem egy ideig még nem lesz forgalom itt. És ott megyünk szépen között, na, megyünk szépen folyamatosan itt a házak között, azt akartam mondani. De nagyon szép a környék. Megérkeztünk ide Felső Majláthoz, a villamosnak a másik végállomásához. Itt ugyanúgy hurokban fordul a villamos, és itt van a telephely is, a kisvasút telephelye. Azon kívül pedig egy érdekesség, az ex-bécsi villamos, ami itt Miskolcon közlekedett ugye menetrend szerint, de hát annak idején természetesen ugye Bécsben is. Ugye ez az E1-es, de most ennek a modernizált verziója még a mai napig is közlekedik Bécsben, azt láthattuk is. Igazából ez is közlekedik olyan formában, hogy van egy úgynevezett ringtrem, ami egyfajta ilyen, hát nem gyűrű villamos, mert ha nagyon lefordítanánk, akkor az lenne, de inkább körvillamos, ami egy ilyen turisztikai villamos. Szóval ugye a város legszebb részeit járja be, és egyfajta turisztikai célja van, semmi más, de mai napig lehet vele találkozni. Ugye találkoztunk is, ezt videóztam is nektek. Ott már ilyen be van sárgítva, le van matricázva, szerintem most csak matrica, és ugye a ringtrem elnevezést kapta. Igen, hát sajnos ez a másik ott csuklónál félbe van szakítva. Nem tudom, hogy ezekből lesz-e még valaha villamos, vagy milyen célból áll itt. Esetleg donorként áll itt, nem tudom. Ezekről nincs információm. Ugye egy darab van állományban, nosztalgia állományban, itt Miskolcon. És lehet, hogy esetleg ahhoz alkatrészeknek volt egy kincses ládika. Ugye C3-as is, és egy E1-es is van, ha jól tudom, a nosztalgia állományban itt Miskolcon. De még eredeti táblával. Kettes villamos Tiszai pályaudvar Vasgyár között. És ezt a gyönyörűen szépen kiállított gőzöst is azért lekapom itt nektek. Bár csak így, mert éppen hogy be tudtam itt a kerítésen túlra tolni a kamerát. És ott láthatjátok a kocsikat, egy szép kis trabit, és szépen ott is egy kocsit, meg Vivit, aki éppen a menetrendet néző, hogy esetleg busszal menjünk visszafele, hogy izgalmasabb legyen, és ne villamosozzunk, mert az most ment el. Thank you.
lassan most már indulok haza, már fennülök a Borsod Intercity-n, és hát egy órával később indulok, mint szerettem volna, megmondom őszintén, de hát nem számoltam azzal, hogy tényleg a város másik oldalán van a kisvasút, illetve az egyes villamosnak a másik végállomása, mind a kettőt szerettem volna megnézni, szerettem volna megmutatni nektek a ex-bécsi villamost is, illetve ugye a kisvasútnak is egy kisebb szeletét szerettem volna nektek bemutatni, megmutatni, úgyhogy ennyi bajunk legyen igazából. Így magáról az itteni villamos közlekedésről az a véleményem, hogy hát nagyon-nagyon ritkán járnak a villamosok, és ez így tényleg nem a legjobb. Azért Budapesttől úgymond példát vehetne Miskolc ilyen szempontból. Itt nem is videóztam a villamoson, mert inkább tényleg azzal voltam elfoglalva, hogy én magamat úgymond elszigeteljem maximálisan. Ugye, mint mondtam, nálam van egyébként a maszk, mindig itt van konkrétan a zsebembe, és remélem, hogy pont a másik zsebemet akartam, de már megmutatom, de már múltkor szerintem megmutattam, hogy milyen, nem, akkor pont ebben a zsebemben van, jó van, egyszer csak meg lesz, szóval hozom természetesen magammal, tehát ennyit nem ért a dolog, inkább a villamos belteréből most nem láthattok, vagy nem láthattatok semmit, de hát lesz még arra bőven alkalom. Éppen Mezőkövesden vagyunk, Mezőkövest felső megállóhelyet már elhagytuk, de ugye Mezőkövesden van egy sokkal nagyobb állomás, és azt hiszem, hogy állomás. Most megmondom az őszintét, hogy olyan ritkán jártam erre egész életemet tekintve, hát igazából ezen kívül egy alkalommal, meg hát ugye ha a reggelit is beleszámoljuk, akkor két alkalommal, bár akkor nem nagyon nézelődtem, mert még aludtam, de igen, állomás. Akkor jól emlékeztem. Hamarosan egyébként Füzesabonyban vagyunk, ahol ugye megállunk majd. Jobban mondva, az egyetlen egy állomás, ahol megállunk. Egy elég érdekes intercity-s menethez, hiszen Füzesabonyban megállunk, aminek természetesen maximálisan megvan a maga értelme, de például 60-ban nem állunk meg, ahol szerintem igényelni ez az intercity-s menet, hogy megálljunk, hiszen 60 egy nagyon nagy forgalmú állomás, több vasútvonal is ágazik ki belőle, bár ilyen alapon elfogadom, például Vámosgyörgy is beleférhetne egy intercity-s megállásba. Nyilván alapvetően lehet ezen úgymond vitatkozni, hogy mi az, ami ezen a vonalon érinthetné az intercity-s megállást, és mi az, ami pedig nem. De én azt gondolom, hogy vannak más vonalak, ahol az ehhez hasonló állomások, intercity-s megállóhelyek, ezen a vonalon pedig ugye csak Füzesabony az Miskolcig. Elég érdekes, szerintem. Haladunk ki szépen Füzesabony állomásról, és ugye innen tovább már nem állunk meg, majd csak keleti pályaudvaron. Sajnos, nekem Kőbánya felső nagyon-nagyon király lenne, ha ott megállnánk, de hát sajnos ez nem kívánságműsor. És hát szerintem én el is búcsúzom tőletek, hogyha ha csak valami nagyon nagy érdekesség nem jön velünk szembe, akkor ennyi lett volna most ez a videó. Remélem, hogy tetszett nektek, és remélem, hogy velem tartotok majd legközelebb is. Addig is, sziasztok!